Na, szavaztok, ez egy újabb Free Fire videó, és de ennek a videónak adjunk egy ilyen kis húsvéti vibe mert ugye most húsvét lesz, úgyhogy innen is kellemes ünnepeket mindenkinek, aki megtartja esetleg, vagy aki csak elvezi, hogy, hogy szünet lesz, ugye, meg hogy, mit tudom én, ehet ihat, akkor azoknak is, innen is kellemes ünnepeket, meg ilyeneket. Na úgyhogy azt gondoltam, hogy felveszik a bunny skin gyerekek, úgyhogy nagyon komolyban nyomjuk majd. És amúgy itt a szomszédba Ma zenélnek, már napok óta, de mindegy, most leszadom. Úgyhogy remélem, hogy ennyire nem fog belezavarni a videóba, de nem tudom, hogy mennyire lesz majd hallható, hogy szól a zene, de nem élem, hogy nem annyira. Amúgy nem szólnak rossz zenék, szóval <laughs> legalább majd nem kell izé szerkesztenem zenét alávágni, nem? Ennyi gyerekek, 200 IQ. Nézzük a jó oldalát. Várjátok már, melyik az a nyuszi skin bödövő? Nem ez, Ha ettől van jobb is hanem gyerekek, hogy ez se néz ki rosszul. De nem, én a jobbat fogom ráadni. A magic cubosat. A mágikus kockás nyuszi ja. Ami cipő alapján gyorsabban megtalálom, ez gyerekek. Ez, ez a mi bomba skin. Bomba nyuszi skin, gyerekek. Csak, hogy lássátok, hogy kiválóan dolgotok. Én nem akármilyen skineket veszek fel itten. tra, hanem a Magic kibosatja. Úgyhogy mondok valami verset is. Színes erdőbe jártam, színes bogyókat láttam, mindbe kaptam, és ennyi. Több brímes, idét nem tudok rá mondani. Egy hashtag free fire ranked videó, és... Se a ranked videó egyébként. Hogy eddig nektek nem tűnt volna még fel. <coughs> és hogy legyen valami téma is, az lesz a téma, hogy hogy nem tudom, mi lesz a téma. Ez a téma. <laughs> nem, gyerekek? Egyébként, ugye nézzük ezt a videót, és nem láttad a Free Fire történetes videómat, akkor nézzétek meg, mert abba Abba volt munka, kreativitás, mindent beletettem, a szívemet beletettem abba a videóba, az meg azt annyian megnézek, mint egy Minecraftos videót. A Minecraftos videóimat már többen nézik amúgy. Ennyi. Ma a Minecraftos csatorna lettem. Majd a profilkémet, profilképemet is majd, vagy a csatorna logóját is meg kéne változtatni, már lehet, hogy ilyen Minecraftos lesz amúgy. Hallott, láttatok máját? Ezt is megeltük. Hát most na. Most igazából le lehet szólni a Minecraftot, attól még mindig sokkal kreatívabb meg, jobb játék, mint a melyik másik amúgy. Na már szól a zene, azaz. Szóval, ja. Attól függetlenül a Minecraft az már nagy komoly játék lett, amúgy. Úgyhogy ennyit erről. Meg van neki jövője. Még így is, hogy már több mint 10 éves játékot sem, kortal a játék, izé, örökzöld játékgyerekek. És még mindig van előtte jövő. Nem úgy, mint a Battle Royale előtt. Tehát a Battle royale az már meghal gyerekeket. Ez már sajnos. Pedig én szeretem a Battle royale de ez, ez, amiket a Battle Royale játékokkal csinálnak, az már kész vicc úgy. Így ennyit eldől. Szóval. Jó. Ja. és annyi, hogy ugye, ugye a Minecraft uh, hogy uh, megtanított ki egy majmot Minecraftozni, ezt már valamikor említettem azt abba a hosszú videóba, amikor felmentem Haroikba, vagy valami, akkor kirégyeltem, és akkor mondtam, hogy a Minecrafton gyerekek már állatokat tanítanak. Tehát, ha nem hiszt kell, írjátok be youtube egy, egy majmot rendesen megtanítottak játszani, és kivitte a játékot, aki le volt egyszerűsítve, de meg, milyen komoly már, hogy a Minecraft az egy platformot nyújt, tehát rendes platformot ad, hogy ilyen tanítsanak állatokat, meg ilyeneket. És hát ugye nyilván csak egy állat van, ami elég okos ahhoz, hogy ki játsza és az nem más, mint egy majom, vagy hát nem majom, aztán valami zé. Valami majomféletek, mindegy, ez a lényeg, hogy majom ennyi kész, cső de azt hiszem angolul van rám valami más kifejezést van. Mindegy. Ennyit erről. És én szerintem más állat is ki tudná vinni a, Izé, Delfin. Mert Delfinek nagyon okosak amúgy. Meg Izé, mi az? Varjú, vagy halló, vagy melyik az. Azt hiszem, mind a kettő olyan nagyon okos. Le lehet, hogy nem isztetek el amúgy, de kajak. A varjú az nem, amilyen nagy. Ja. És olyan okosak gyerekek, hogy nem minnét kell. Tehát. Csak be kéne kicsit tanítani abban őket. És kivinnék a Minecraftot és aztán már, ki tudja, lehet 2030-ban nagy izék lesznek. Vargyú speedrunok. <laughs> Úgy lesz, gyerekek, már nem az lesz, hogy, hogy Dream, vagy izé, speedrunner vs. Hunters. Nem. Izé, Vargyú lesz vs. Hunters. Ennyi. És te jobb projekteket mondok amúgy. Nem a izé marsra kell menni, meg ilyen hülyeségek. Nem majmokat kell betanítani, meg varjúkat, meg delfineket, az cső. Fejlődne a gaming legalább. Na, jobb ötleteim vannak amúgy, nem? Lehet rám szavazni. Én jövőt nyújtok, amiben mindenki részes lehet most azt hiszik, hogy a mars, marsra majd mindenki áll mert meg, hogyha csinálnak ilyen holtbázist? bázist. No! De hogyha ez lesz jövő, hogy majmokkal, delfinekkel, meg varjukkal játszunk, akkor abban mindenki részt vett. Úgyhogy ennyi És amúgy ki tudja, hogy lehet, hogy a, a amerikai hadsereg meglátja ezeket a videókat, vagy a nácik, a németek, Ma azt mondom, hogy volt valami teória, vagy creepypasta, vagy tök mindegy, hogy a, hogy a nácik amúgy azok ilyen izéket akartak volna csinálni. Ilyen majomembereket. Majom, izé, robotokat, vagy miket. vagy volt valami őrült tudós, aki támogatott a Hitler, hogy az, az az őrült tudós, az párosztatni akarta az embereket a majmokkal. És akkor egy létrejöjjön ilyen majomember csak utána kiderült, ugye, hogy elvileg nem lehet megcsinálni, mert ugye azok a kromoszómák, azok nem egyeznek, pedig azt mondom, hogy 99%-os hasonlóság van az ember meg a majom DNS-e között. De aztán ki tudja, hogy mit csináltak már, nem? Hát, hát az igaz volt, hogy ilyen, csináltak ilyen kutyát, hogy nem csináltak, hanem a, a kutyán kísérleteztek amúgy, és akkor kettő feje volt nekem, meg hogy test nélkül volt a kutya meg ilyenek, és ezek igazak amúgy. Ezekről azt hiszem csináltak is képeket. Arra hagyjanak meg, amúgy mélyen nem az embereken. Hát mondjuk, azokon is kísérleteztek amúgy. Hát amikor volt ez a haláltábor, vagy mi mondjuk az asszem, az nem az pont nem a náciknak a izéje volt. Kiv kivételesen. Hanem ilyen kínai vagy mi. Észak-Kóreába, vagy hol. Dél-Kóreába, most nem tudom melyik a része a Kóreának, az ami diktatúra alatt van. Észak-Kóra, nem? De. Tök mindig le is szorom. Az a lényeg, hogy volt olyan, hogy uh, ilyen lécekre kikötötték az embereket, az kísérleteztek ott. Gránátkot dobáltak rájuk, meg mit tudom én miket, meg, meg ilyeneket. Meg fegyvereket. Utána lehet nézni amúgy. Szóval voltak itt durva dolgok. Szóval ki tudja, lehet, hogy sikerült a majom ember, is aztán eltitkolják, mert miért ne titkolnák el. Lehet, szóval hogy most látják a izéket ezt a videót, azt majd majmokat betanítják, hogy harcoljanak, meg ilyenek. Azt a majmok bolygója lesz, gyerekek. ilyen el, el. No joke. Itt tartunk. Itt tart a világ most egy, egy majom ki, tud vi, ki, tudja vinni a Minecraftot, akkor, any, akkor arra is lehet ezt, hogy megfogjon egy fegyvert, rácélozzon egy ember, és meghúzza a ravaszt. Nem, nem tűnik bonyolultabbnak, mint kiátszani a Minecraftot. Amit évekig kell gyakorolni. Na jó, az én nem, de... Úgy ez mi? Gyerekek. osz tudod, mi a fasz ez? Találtam egy lovat free fire De mi? Ez nem lehet rajta menni, baszki. Mm. Mekkora ötlet, gyerekek, mekkora camp hely. Megtaláltam a legjobb kemphelyet, helyet, de mécskiáll útot ad, halljátok. Milyen komoly lenne már, hogyha lehetne rajta menni. Mm. Hát ez így nagyon gyenge. Én várjám, ez a második kör. Mindig gyorsan kinyitom még ezt a izét. Úgyhogy, nem gondoltam volna, hogy ilyen teorizálós videó lesz ez. De ez van, itt tart világ, gyerekek. Azt hittétek majd, hogy itt nem marsra megyünk, meg VR szemüvegek lesznek. Nem, majmok lesznek, meg delfnek, meg varjuk, akik játszanak játékokkal. Én megjósolom a jövőt. a hogy még nem ez van, de majd ez lesz. Úgyhogy, hogyha az egyik nap majd azt halljátok a mikrofonba valamelyik játék, vagy valami varjú izél, károg, vagy hogy mondják, vagy egy delfin az kiad valami hangot, akkor, nem, akkor ne lepődjetek meg, jó? És azért nyilván az én majmokkal izélik, mert abból már vannak jelleg okosabbak. Meg na, szavasz. Meg azokkal olcsóbb, meg egyszerűbb bizelni, betanítani őket, mint a varjúkat, meg a delfneket. De így el, hogy azok is kiátszanák a Minecraftot, meg be lehetne őket tanítani, hogy játsz, játszanak. Úgyhogy, ja. Meg a izék sokosak, nem? A disznók, azt hiszem. Azt hiszem, hogy azik, azok, azok nagyon okosak amúgy. Szóval lehet, hogy majd a malacok is fognak játszani, nem csak a izejék. Durva lenne mi. Megmondom én, hogy ez lesz, gyerekek. Figyeljétek meg. Pár év múlva már e-sport csapatokban majmok lesznek. Lehet, hogy jobban tudnának játszani, mint az emberek. Figyeljétek meg. Következő évben G2 e sport Monkey Edition. <laughs> Le, legalább meg tudnák lehet nyerni a lolba végre a VB-t amúgy. Mert vicc amúgy, mit csinálnak most. Oké, ok, teljesen fiaszt a meccset mentek most azt hiszem valamelyik nap. Már Na, ránéztem, mert, hogy mi van. Geci. Pali flashelni nem tud teleportot nyom. Tehát ezek nagyon amatőr bákamúgy és ez a legprofi B-sport Európába. És a legjobb csapat Európába, a kibaszott fucking G2, akitől a világbajnokságon várnánk a csodát majd. Erre, erre ez van, geci. A legszorabb, egyik legszorabb csapat ellen az lec kikapnak. Flash helyett tizét nyomnak, teleportot, konkrétan letörlik őket a pályáról. Mondjuk az utána lévő napon a meccsüket már nem nézem. Szóval remélem, hogy komolyodnak az én. És lesz hogy nem érdekel senkit, hogy járdal beszélek, de azért beszélek járdal is. Ha -ha. Mert néha még az én nézem a Loli sportot. Milyen sokat csebzek, bazd meg. Miért nem vettem eddig? Legyen már maxos izém, hogy jól tudjak darálni. Hm? Közelharcba kéne bedarálnom, mert az alig sebezed a fos úgy. Oké, valaki darál, ez a pali, addig hátba Let's go! De és van, baszki, mert mobilneten vagyok, és olyan fos. Na oké, okay, nyerünk, meg kell nyerni, hogy igazam legyen. Akkor lesz súlya a szavaimnak, hogy hogy azért én azért tehát a gamingbe én egy olyan vagyok, aki, akinek adni lehet a szavára. <laughs> hogy még mindig pró vagyok. Na, hol bujkál ez a polibaz meg? Ez nagyszerű. Ez nagyszerű. Két tapoly, akkor megdöglik, lehet. Én ja, nem ott vagyok. Elárulta magát. Easy, let's go. Jába bujkád, bapali. Easy win. Na, most már tudjátok, hogy igazam van. Úgyhogy ezt is megjeltük, amikor arról beszélek egy ranked videóban, hogy majd a varjuk, meg a delfinek már játszani fognak. Yeah. Hát na most, lehet amúgy nem is járnának rosszul amúgy majmokkal hogyha ilyen fos a helyzet Európáma. A nem. A Cségó nagyon erősek, az európaiak, de más, más milyen e-sportba megszarok. Ja, nem. nem, biztos. Lehet még a Rocket league is jók, nem tudom, azt nem szoktam követni. De azt, azt mondja, a legsikeresebbek Európában, meg úgy Magyarországon is a cségo vannak. Ja, máshol, mint, mint gyerekcipőben járnak. Siam is, hogy a G2-es kúrványok számít a lolba. Egy ilyen elé be ilyen visz csapat ellen nem kéne veszíteniük amúgy. Úgyhogy a flash-et nyomnak, izé helyett. Meg, meg ilyenek. Mm. Vagy izé, a teleportot nyomnak, flash helyett. Az hogy lehet, <laughs> Nem tudom. Miért nem raknak be engemet oda? Egy nap alatt megtanulnák minden mechanikát, azt... Ah, mindegy. Úgyhogy <laughs> ennyi lett volna ez a videó, nagyon csodálatos volt a lóbi, de Ja, és boldog úsétot. Igen, ja. So, yes. Ennyit akartam mondani, hello, stok.